su trivio che un vento ha portato lontano. Storia e logni andati, privi usati di te. Figlioli d'un matticcio che una sciabola cascati in un furore di emosse chissà, con te dal cielo un tempo gli espeme, e vedre pisate con le stelle da ogni attesa Döbbenetes volt az első találkozás, bár nekem a két háború közti irodalom amúgy is döbbenetes. Rajongok a két háború közti próza irodalomért, és hát ez is egy hasonló élmény, holott Füst Milán ugye elég sok drámát írt. Az, hogy ezt miért nem írta meg drámában, az az ő titka marad. De az, hogy maga a regény és maga a történet miért kezdett el izgatni, és hogy ebben miért kell előadást csinálni, az meg úgy adta magát, hogy ez tudna lenni egy estét betöltő nagy történet, ami egy katartikus történet, egy egész. Kapitány! Vitorlát fel! Itt van a szárazföld! A gyereke volna, talán megváltozott. 2001-ben csináltuk már ezt először Tatabányán. Akkor ugye túl voltam az első házasságomon, tehát arról tudtam beszélni, hogy addig mit tapasztaltam, mert nyilván a regényen keresztül. Most már túl vagyok a második házasságomon azóta, tehát itt meg már arról tudok beszélni, hogy azóta mi történt. És nyilván azok a tapasztalatok jócskán elmélyítették azt a tudást, és gyötrelmet kint és örömöt, ami társas létben előfordulhat. Tehát sokkal magasabb egekbe és jóval mélyebb poklokra sikerült jutni azóta. Ezáltal egészen más mondatok fogtak meg, mint annak idején. Itthon van a férjed! Nincs! Sokkal szélsőségesebben fogalmazhat most ez az előadás, és még mindig Füst Milán mentén, csak esetleg más mondatokat használunk, másképp oldunk meg jeleneteket, egy fokkal vadabb előadás ez minden szempontból. Ott egy picit több volt a szerelem, itt most kicsit több a gyűlölet, ami úgy előkerül, furcsa mód. Nem mindegy az neked, Istenem! Nem való neked a szerelem. Mit szívszak szintal? A Füst Milán nem véletlenül, hogy egy francia nőt és egy holland embert rakott össze. Tehát egy két nagyon más kultúrájú ember, egy hűvös, puritánabb holland ember, és ott van egy bohéme francia nő. Meg a másik az, hogy egy tengerész feleség. Tehát ugye ez is egy nehéz ügy, hogy valaki sokat nincs jelen. Ami hát ugye egy asszony életében sok kínt tud okozni. De amikor a szárazföldön van, akkor is nagyon nehezen találkoznak, hogy miért, és hogy ez az ellentétség, hogy ez, hogy mennek el egymás mellett, hogy miért, mikor van az, hogy már-már sikerülne esetleg helyre rakni, megbeszélni, akár pszichai vagy fizikai fegyverek bevetése nélkül helyre rakni valami problémát, ez az, ami nem megy. Ez egy se veled, se nélküled kapcsolat.
És a probléma az az, hogy nem tudnak egymással beszélgetni. Mindig elbeszélnek egymás mellett, soha nem azt mondják ki, amit ki kéne mondani. És hogyha az egyik esetleg próbálkozik, mert valahogy egy nyitott állapotban van, akkor pont a másik nincs abban az állapotban. Egy ilyen csiki-csuki dolog. Mi örömed van benne? Hát nagyon sok örömöm. Nem hiszem? Isten bizony sok. Meg már öregszem is lassan. Jaj, mi hasznod van belőlem, Zsák? És ez a lány olyan szép. Miért nem veszed el, Zsák? És te talán nem is vagy a feleség? Ugyan el engem az ölötök. Jaj, ugyan. Mit akarsz ettől a gyerek? Milyen szamáságokat mondasz? Engem az ilyen éretlen kislány soha nem érdekel. A szerelem ellenállhatatlan kényszer! Nincs is lát! Menj innen, ne nyújj hozzá! Nem akarom, hogy megcsókolj érted soha többé! Mi van? Te most mit beszélsz? Nézi. Hallod? Nincs nekem ehhez a lányhoz semmi közöm. Közöm, édes Istenem! Én nem féltékeny vagyok! De akkor mi van? Ez egy nyomozás története. Egy férj nyomoztat a felesége után. Mit csodálkozott miketten a dásulékén? Ez az egész alapja, és erről napló formájú visszaemlékezésen ír a Füst Milán. De egy szemszögből, az övéből, hogy ezt hogy lehet, és hogy nem lehet földolgozni évek, évtizedek után sem bizonyos eseményeket. Hogy tudnám én ezt kielgudolni, ezt a pasast? Ezen gyötröm az agyam folyton. Milyen jó kis mozi színésznő lenne magából! És magából is! Úgy látszik, ezzel a szöveggel minden nőre lehet hatni, még a legkiválóbbra is. Egy szóval. Ez a Dedin az ő érzékeny lelkének a támogatója, én pedig a kultúra lőkú fő, a pénzkereső, az igavolóban. Jaj, de finom az ember, nőknek a szíve, de fűszer túl, arcon a kúrán rajkorú, két kicsi láma, a táncot rá, értem valamit a Kongóváról, ennyi valóan a gyár! A felkavaró dolgot mindig nagyon jól csinálni, mert akkor ez azt jelenti, hogy bőven van mit játszani. Nagyon nehéz dolog ez, mert ez annyira a főszereplő férfi szemszögéből történik a darab. Ugye ő mondja el az ő saját élettörténetét és a felesége történetét. És nagyon nehéz volt próbálni úgy, hogy mindig csak mesél valaki arról, hogy ő hogy látott valamit. És azt megvalósítani a színpadon, hogy ez működjön kifelé is, meglegyen a belső igaza az összes szereplőnek, mindez úgy, hogy az ő szemszögén keresztül. Tehát egy ilyen nagyon bonyolult munka ez. Nagyon nehéz feladat volt, úgyhogy fejtegetjük, szerintem még így fogjuk is hosszan. Mert annyit lehet róla beszélni, hogy hónapokig lehetne próbálni, hogy ki mit, mikor, miért tesz. Gratulálok, de tudom, mi a legjobb! Hogy nekem is épp tegnap kérték meg a kedvem. Elenged? Nem vicces! Mikor kérték meg a kezedet? Mondom már, hogy tegnap. Vajon hogy lehetett volna ezt békés módon elintézni, és mégiscsak háborúba keveredett? Fegyverszüneteket tudtunk kötni, de békét nem, de miért nem? Ha az addig szerelem volt, az miért hűlt ki, vagy az mikor hűl ki, vagy hogy egyáltalán szerelem volt? Tehát rengeteg olyan kérdés, ami ugye minden párkapcsolatban előkerül, pláne a hosszabb párkapcsolatokban, hogy valójában ki szeretett jobban, kit, vagy ez hogy volt, vagy mikor? Egy örök kérdés maradt, tehát megválaszolhatatlan a legtöbb része. Da va piangere la terra, da validi, gestem!